az ellenállásunk, az ne adj Isten törvénybe ütköz, az egy dolog, de az erkölcs ezt felül kell, hogy írja. Mindenféleképpen. És amíg a kormány ezt nem veszi tudomásul, ilyen megmozdulások lesznek, sőt nem ilyenek, hanem sokkal nagyobbak. Ez nagyon széles társadalmi réteget érint ma már, körülbelül 2-3 millió ember, ami között van 1 millió éhező gyerek már. Most megteremtődött egy olyan lehetőség hagyatéki eljárás alapján, amelyből ő tudja rendezni azokat az adósságokat, amelyek az önkormányzat felé felhamozottak. Tehát mi arra kértük, hogy március 1-ig, a kilakoltatási moratórium végéig adjon lehetőséget arra, hogy ezt az egész helyzetet rendezhesse. Igazából most néhány nap választ el már csak minket a moratórium belépésétől, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt meg kellene tenni. Bizony nagyon sok magyar család feje fölött veszélybe került a fedél. Sok százezren, mintegy egymilliónyian vannak Magyarországon, akik devizahiteleket vettek föl, illetve hiteleket vettek föl, ami mögé a lakásukat tolták be, ajánlották föl fedezetként. Ők most nagyon nehéz helyzetben vannak. Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén. A magyar ember számára a lakás, a saját otthon, a család biztos fészke a legfontosabb dolog. Ezért is vagyunk mi magyarok hajlandóak arra, hogy többet dolgozzunk, ha kell, megfeszüljünk ezért, mint bármi másért. Önálló otthon, saját lakás, szabad élet. Ez csak együtt lehetséges. Ezért segítséget kell nyújtanunk a devizahiteleseknek. A döntéseinkről nyilván önök már tájékozódtak az elmúlt napok híradásaiból. Újabb és újabb lépéseket teszünk annak érdekében, hogy mindenki talpra tudjon állni, talpon tudjon maradni, és senki se veszítse el a fedelet a saját maga és családja feje fölül. Izgalmas, nehéz időszak áll előttünk. Kérem önöket, kövessék ezeket a vitákat, segítsenek bennünket, segítsenek engem abban, hogy ezeket a vitákat sikerrel vívhassuk meg, és Magyarország 2011 őszén megújulhasson, és a válságból ne gyengébben, hanem erősebben kerülhessen ki, mint ahogy oda besodródott. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Megtörtént, hogy tisztelget megmondta a nevét a magyar ember számát, akkor és az intézkedés szégyeljék magukat. Így van. A magyar rendőr velünk van. A rendőrségi ruha valamikor más jelentett. Négy gyerekes családapára van szó, aki 2006 óta nagyon csúnyán viselkedett. Semmit nem csinálottak. Hazudoztak, a bíró is kimondta. Egymást fedezték. Most se csinálnak már. Írják föl már. Nem, hogy igazságszolgáltatás sincs, még jogszolgáltatás sincs. Főadnak úr, ott is média képviselői bent vannak. Hogy? De most csak én is kijöttem, bejöttem. Média képviselője vagyok, és azért, mert bementem a területre, és a rendbiztossal akartam beszélni, ezért igazoltatnak, ugyanakkor teljesen diszkriminatív módon több média képviselője bent tartózkodik, illetve civilek is vannak bent. Politikai kettős mérce. Igen. Valamikor fizetett ő is, maga... Én mindig értem, nem értem. És miért igazoltatnak, Gyuri? Miért igazoltatnak téged? Nem tudom, nem mondta meg. Mert nem cigány, azért. Cigány ruhába kellett volna, ide gyere! Mert hogy vigyázva állnának. A cigányoktól ezek tartanak. Félnek a jogvédőktől. Mi a baj veled, barátom? Mi a baj veled? Egész életében dolgozom. Gyurek, miért igazoltatnak? Ezt is megértük, apukám. Az a 100 évesen igazoltatnak téged? Igen, itt vagyok. Hát, Lacikám, mi a baj veled, mondjad? Hangosan, nem értem! Le van zárva, műleveleti területé van nyilvánítva, hogy ugyanakkor azon belül rendezvény van. Egyáltalán mondtam! Képviselőit a rendőrök igazoltatják, de természetesen össze-vissza diszkriminatív módon. A Hír TV például bent vagy kőszegem látva, engem kizavarnak, úgyhogy a nyakamba ki van rakva a médiakártyám, így van, tehát abszolút teljesen izé, és akkor a rendőrök ugye mondják, hogy személyigazoltványkérők, észre se veszem, ugye azt, amikor azt mondom, hogy ne haragudjon, még be sem mutatkozott, nem mondta az intézkedés célját, akkor lazán a szemembe hazudik, hogy igen, ő ezt mondta. Mondom, ne haragudjon, és itt vannak 5-6-8-10 ember, akik egyértelműen látják, hogy nincs ez, tehát figyelj, na.
Na, ugye ez meg. De nem, nem ide van, ne ezt mondd. Na, leteszlek most, jó? Beteg az asszony, és kilakoltatják, ne ezt mondd. Oké, oké. Erről van szó. Jó. Jó. Nem, nem vannak de itt annyi, mint a csoda. De egy csomó jogi tisztázatlanság is. Mindegy, mindegy, persze. És nem tudom, hogy elakasztom. Ez kapja meg azt a jövedelmet. Ismerjük, igen. Ismerjük. Hát nem, de akart valamit mondani a hírtévének? Nem személyesen, de többször találkoztam már vele. És mit tudnak róla? Állítólag nem fizette a költségeik alapjának. Azt mi nem láttuk a csekeket. Kis jövedelmi, nem láttuk a csekeket. De itt arról van szó, hogy egyik embernek lehet, másiknak nem lehet, tehát tartozása. Az egyik ember ki segíti az önkormányzat meg a kormány, a másikat nem. Hogy van ez? Egyiknek jár, a másiknak nem. Jó, és akkor ilyeneket tudnak én arra, hogy olyan, de kérdezni az asfalt, hogy nem a kormány rendeletre vették el a vagyonát. Nem, mert most az Orbán kormány minden vagyont elvesz a rokkantakból. Halálba küldi őket. Meg kell kérdezni az Orbán kormány. 2008 óta nem fizetett. Mi a csekkeket nem láttuk? Én is kiállítok ilyen papírt. Mi a csekkeket nem láttuk? Ilyenkor mindenki azt mondja, hogy a csekket, akármilyen csekket. De nem csak az. Akkor miért most három van az első elmaradás után? Én azt mondtam, hogy 2008 óta nem fizetek a keletet, így van, ha 2008 óta adós, akkor miért nem gondolkozott a kormány? A négy kerület, hogy valamit csináljon a fiatal, hogy ne adósodjon el. Igen, ezt kellett volna csinálni. Nem fejjel menni a falnak. Én nem tudom, ahogy őtől hallottam most, egy év múlva szerintem esedékes az, hogy átfogják, hogy milyen be, hogy mit csinálnak a nemek. Nem kilakoltak, jogi úton van rá esély és lehetőség. Milyen államban élünk, ha már ez a módja, hogy eleve kilakoltassuk az embereket. De nem igaz a 2008, megmondom miért nem igaz, mert 2010-ben hozta be az Orbán kormány, hogy három havi rezsi elmaradás után utcára. De igen, és tehát, hogyha ő neki 2008-ban, ő már 2010-ben rég utcán lett volna Orbán kormány rendeletre. De nem csak az fent? Fent van a neten. Persze. Ők azért nem fizettek, mert nem volna. Most ők fizetnének, van nekik valami örökségük, amivel igen, tudnának úton, fizetni. Úton. Az de nem adnak lehetőséget rá. Bocsánat. Az örökségükre ma kerül rá az ámok a közjegyzőnél. És ők azt a zingatlant el akarják adni, és abból itt rendezni akarják az adósságot. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarnak fizetni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy itt most 2-3 éve az országban a kis ember, aki el van lehetetlenítve, kiteszik az utcára. Megölik. Ugyanakkor az utcán élést az büntetik, a kordulást büntetik, semmiféle szociális háború. Már lehet az emberek megnyomorítottak. Már megint lehet aludni. Nyugodtan meg lehet hagyni, nyugodtan éhe lehet. A másik, hogy aki egészséges, az is el van lehetetlenítve, mert már munkahelyek nincsenek. Az 1 millió munkahely nem, hogy megteremtődött, hanem még 500 000-rel kevesebb lett. Az emberek nem tudják fizetni a közjelmi tartozásokat, mert akkor nem tudnak enni. Jön a közjelmi tulajdonos, aki nem magyar, hanem németek francia, és elveszi a magyar állampolgár lakását, amit az ő saját kezével, vagy a szülei saját kezével rakott össze 1500-1500 éve. Erkölcstelen. Azt, hogy az ellenállásunk, az ne adj Isten törvénybe ütköz, az egy dolog, de az erkölcs ezt felül kell, hogy írja. Mindenféleképpen. És amíg a kormány ezt nem veszi tudomásul, ilyen megmozdulások lesznek, sőt nem ilyen, hanem sokkal nagyobb. Ez nagyon széles társadalmi réteget érint már, körülbelül 2-3 millió ember, ami között van 1 millió éhező gyerek már. Ezt kell megállítani. Erre kell is kiadást tatuálni a végrehajtást kérőnek is, mert nem a lakás sorog ma már itt veszélybe, hanem az egész társadalom. Balog István, Kopánycsoport, Simán, Hámékül, és Kopánycsoport elnöket. És az igazságtalanságé vagyunk itt voltak éppen. És a másik az, hogy jó lenne, hogyha leadnák maguk között a polgárkivárban, még egy dolgot hagyd mondjak el önnek. Ez a pályalakiről szóban,
olyan egészségügyi változás történt az asszonykar életében, ami példát, ami adja esemény. Ebben az esetben az a precedens érték, hogy szabad egy olyan embert, akinek az adja esemény történt. Agyinfarktus kapott szegény, sztrogon. Bármennyi is jogos és esetleg több sebből vérzik az a jogállás, amelyek alapján most végrehajtást kértek az önkormányok részéről. Szabad-e, lehet-e, milyen üzenet értéke annak a politikának, hogy ilyen párt, aki ráadásul a férfi, a Herman Péter közhasznú tevékenységet folytat, ezért van ennyi jogvédő, én magam is ezért vagyok itt kint. Szabad-e ilyen adósságot, még ha több millió font adósságot fölhalmoztak, mert nem volt jogi partner. Szabad-e eljárni így? Milyen üzenetértéke van az országban? Ez az önkormányzat a jogai érdekében így jár-e? Így van. Ezt kell mérlegelni, amikor rátesszük a mérleget. Ezért vagyunk itt. És növekedni fog az ellenállás ennek az ügynek az érdekében. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bocsánat, figyeljük. Hogy mi persze. Nem véletlen van itt két ország is képviselő, van három itt kint, nem véletlen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ha mit csinálnak? Ki van pintes, ki az én nyert az összeset? Ez borzalmas. Megvárják a műzébe. No, a Hók Zoltán, ha az intézi. Az undorító. Mondom, az nyilatkozott a interneten. Azt mondta, hogy a Budapest összes rendőrségét idehívja, akkor is megkívánja. Ezt írt a pénteken a nekünk. Ez a vagyonkezelő igazgatója, én nem tudom, hogy mondják. Én tudom, hogy de én azt értem, hogy ha 2008 óta nem fizetek, akkor mi nem akkor intézkedik, hogy miért kell ez megvárni 2012-től, amikor a lerokkan. Rokkantól már könnyű elbánni. Meg te is szedjek! Mi a lábőr, akkor fátok róla! De bátrak vagytok! Megkérem a sajtózatot, legyenek beadatott az előtérben, legyenek szívesek átadályozák a rendőri intézkedést. Köszönöm szépen, Nagy Imre rendőrszázados vagyok, 4. kerületi rendőrkapcsolatság osztályozatója. Megkérem önöket, hogy a rendőrök jól akadályozzák a folyosót. Megkérem, hogy engedjenek be, hogy adják szabadon a folyosót a rendőri erőknek. Megkérem önöket még egyszer. Média képviselői vagyunk. Legyen szíves a médiai képviselőinek, legyenek szívesek odafáradni a sarokban, a rendőröket ne akadályozzák. Egy páros kérek én is előre! 624! Kérem önöket! Szégyeld magad, sünt! Szégyeld magad, sünt! Egy rendőri zárás kéne, legyenek kedvesek oda, hogy aláig kifáradni, jó? Két olajos képű, ott elő szégyelheti magát. Szégyelheti. Megint a rendőr töri, mi? Megint a rendőr töri az ajtót. Felszólítom neked, hogy az ellenszegülést hagyják abba. Gyerekes szépes asszony, gyerekek. Ki ez a dagadék? Az a végrehajtó. Nekem is kéne egy kép, tudod? Köszi. Szerencs, hogy nincs gyerek. Ha van, azt sem érdekli. Nem, az azt sem érdeklik, azt sem érdeklik, hogy szerencsétlen. Ki az ablakot vonalon, hogy ott van voltak. Igen, tudom. Azok meg ott álltak. Jaj, mit tegyünk? Nem tudom, mit tegyek, mert nem ismerem a bítikát. Mindenképpen legyen rajta. Lakatos celeb, ne, ne, ne. Önéletrajzó benne legyen, hogy sikerült neki kialakoltatni. Vágóképek legyenek. Tolókocsis néni, hogy jól fog mutatni benne. Eljön az idő, amikor börtönbe kerül az összes végrehajtó. Lámpára. Oké, jó. Pont az ajtó a szemben. Köszi. Ön rendőr. Önnek a végrehajtónak a fog meg kopója.
Wow. Utálom a végrehajtókat, komolyan! Milliókat szedtek fel a kilakoltatásból! Rohadt dagat! Nem tudok más mondani, komolyan! Fel is jelentek a idétlenül. Egyre idegesebb. Jaj, mint a harkányik, ha nem talál kukacot. Nem mondták, hogy szabad, úgyhogy nem. Most ez mi? Ez könygáz? Vagy mi ez? Nem, flex. Valami csak flex. A lakatosnak ég a fejed. Igen. Éket is a kopája. Mi van, elfáradta? Elfáradta, mi a helyzet? Gyenge az a kók! Mi van, elfáradta? Húj egyet! A sólembe kevés volt a kondi! Most kapnál szívinfarktust! Nem hívnám a mentőt! Hallgass a diktatúra hangját! Utat kérnénk, lakók jönnek! Lakók! Lakó jön! Engedjék el! Gyerekkel! Lakó jön, utat kérünk! Bort a szem! Uram, legyen szíves! Zoli, rás mögé tettek? És milyen, hogyha valakit úgy félre barátba, hogy ne így most se segítem majd a grupcélre. Egyébként amúgy hallja? Figyelj, ez a hál' is az útszélén van. Egyébként annyi érzékünk nincs, hát ebből a kommunikációval is fognak jutni, annyira nem látja. Maga szerint látta, hogy maga kicsinálta? Nem lesz le azon, mert majd adott lehet már. De én már le van. Felelősülözéssel valakinek, na. Gyere, egy számítógépet kellene átvenni. Valaki tegyen, hogy nem veszene. Önként jelentkező. Miért nem jött ki? Vegye már valaki. Valaki, aki el tudná rakni egy kocsiba, de hogy ne veszten el. Na hozom a monitort. Nem foglalták le. Nem, hát az, hogy bezárják meg. Jó, azt tudom, látom, de fontosan nem kell, hogy keményedjen.
Jó, nem aggódsz akkor érte, jó van. Jó, mert csak látom, hogy ott állsz a lépcsőn. Ember úgy fordulja, hogy lássunk valamit. Itt hátul. Itt vagyok a beiratnál különben. Hát a lehet, hogy süket. A süket ez az ember. Csak bajnak osztálja, rájöttek volna akkor, ha még ki van be. Nem jönnek ki. Van még benn valaki? Nem. Hát ő ide jött ki. Jó, oké. Nincs hová menjen. És van már a délnek? És a ma este, mai éjszakát hol töltik? Hát azt megoldjuk valahogy. Valamely csőbe. Nem tudnak pakolni. Lényegében a cuccok is lemaradtak. Úgyhogy nagy évben maradt a cuccaim. A lányom is vasárnapra ígérte magát egy kétiskolába tanítani. A fiúm, a fiam meg hiába jött volna, ő sem tudtak volna. És hogy élte meg azt, amikor így betörték az ajtaját konkrétan? Csendben voltam.
Elnézést, Lujza néni, tedd el, ígértem. Na, ilyenkor nem kell zavarni. Közöbb volt a beszédet. Köszönjük. Még egy utolsó kérdést, azt mondták, hogy a vagyonkezelőnek a tartozással halmozódott föl. Valóban? Nem igaz. Nem? Nem. Mondta, hogy nem tartozásról vált szó. Fakás kell nekik. Már a 3000 mondta, hogy kerem lakát egyik valakinek. Tehát akkor nem volt ennek tartozása? Hát, még a társaság tartozott volna nekem. Én azért nem voltam be a végrehajtás, mert vártam, hogy leveszem a lakát. Tehát akkor tulajdonképpen önnek is tartoztak, és ön is tartozott, jól értem? Igen. Az igédul is ismert engem, a Gaudi Nagy Tamás, mikor még mentem, jártam, tudtam járni. És közben 26. nevezetes kártum, akkor volt a lagdín, akkor volt a szokom, 26-án, és akkor volt a kirakoltatás is. A férjem is akkor halt meg, azt még nem is mondta. Na, van a hegyetéki tárgyás Miskolcon, amiben készítettem volna a vételi tanítól, kaptunk a vagyonkezelőtől ajánlatot egy évvel ezelőtt. Nagyon szépen köszönöm. Lardít a túrával. Igazság. És üdvözlődik Papi Gergely elvtársat, mert mit mondják, itt megjelent a ismert emberként. Papi Gergely. Rendőrségnek általános hangtanúja 2006-os idegben. Hamis tanúk. Azaz, hamis tanúzó. Na? Itt vagy? Menjük egyet. Hát itt is van talán. Te, Nándor utcában. Elő van léptekve. Ráérek, hogy ráérünk, jó? Fordíts a klaváros, aki megvannak kettőnök. Induljunk egyet. Megyünk még az a hegye is majd, amikor második a rendszer. Itt jön nekünk a kínálat. Itt van tépp a napot is. Talán a kezdő oldalán. Mindig szívesen segítek. Örgyelít vagy, mert jó szó, mert akartam. Nálad van a képzárkám. Szerintem megadod önkét. Ne, Orbán Viktor. Henkit nem hagyunk az út célig. Belelőkik az árokba. Jó, oké. Mindent nem voltam, nincs önök. Hát én a tisztában. A testemben szépen, hogy megtérdem, hogy megtérdem. Jó, akkor te sősz mindenkinek, aki betartottam a.
Szervusz hozzá! Na, te egyet osz, hogy mi van?